egér rágottak a lapok, és az első egy-néhány oldalon nehéz is kibetűzni sok mindent, de a fejléc azért látszik. A legelső rubrika a fejlécen a sorszám. Az a sorszám a összlétszámot figyelembe vette, tehát hogy a család hány taggal érkezett, és ez az oka annak, hogy Széchenyi Emil nem az egyes számot kapta, hanem a 16-osat, mert 16-od magával jött nyaralni. És akkor a következő vendég, ahányan voltak, az hozzáadta, és akkor például a 20-as számot kapta, mert negyed magával jött a következő vendég. Legelőször a híres embereket gyűjtöttem ki, meg a grófokat, és utána alakult az ki, hogy akkor hogyan is csoportosítsam, és milyen témákkal foglalkozzam a könyv alapján. Hát végül is 9 fejezetre osztottam a könyvet. Az első fejezet az a rövid történeti ismertető, Földvár pusztától Balatonföldvárig, ezt a címet adtam. A második fejezetben, mivel nagyon sok Széchenyi szerepel a könyvben, 22 Széchenyi gróf nyaralt, ez mind különböző, így a második fejezetet nekik szenteltem, Széchenyiek Balatonföldváron címmel, és a harmadik fejezet pedig igazából erről a vendégkönyvről, amit most a kezemben fogok, erről szól, hogy hány lapból áll, hány vendég jelent itt meg, vagy fordult meg Földváron a 10 év alatt, 11.380, ebbe beletartoznak a férfiak, nők, gyerekek vegyesen, és a következő fejezet, a negyedik fejezet pedig a fürdő vendégek társadalmi rétegeiről szól. Itt 21 kategóriába soroltam a vendégeket, az arisztokratáktól kezdve egész a diákokig. Hát ami talán még érdekes, hogy meglehetősen magas a magánzóként bejegyzetteknek a száma, holott a magánzó az olyan nesze semmi fog meg, jó, nem mond semmit, hogy Klőz György a híres fényképész, az a nyaralásának első 4 évében hol művészként, hol fényképészként lett bejegyezve, és 1906-ban és 7-ben viszont magánzóként. A legtöbb vendég a jogi értelmiségiek közül került ki. Az 5. fejezet, mivel nagyon sok arisztokratát találtam a Széchenyeken kívül is, azt a címet adtam, hogy bárók, grófok, őrgrófok, 67 báró szerepel a könyvben, és 109 gróf, 2 közülük őrgróf, a Mosdósról érkezett Pallavicsini Ede és Pallavicsini György. A 6. fejezetben azt néztem, hogy honnan érkeztek a vendégek, és tehát melyik országból, megyéből, illetve településről. Hát összesen 17 külföldi ország szerepel a könyvben. Magyarország 64 vármegyéje közül 60, és ez 540 települést jelent. A legtöbben Budapestről jöttek, ez azért érdekes, mert a vendégeknek több mint a fele onnan jött, 6565-en jöttek a fővárosból, és ugye az összlétszám meg 11380. A szállodák, panziók és magánvillák fejezetben 4 év adataira tudtam csak támaszkodni, mivel 1904 előtt nem lett regisztrálva a szálláshely, tehát csak 1904-től 78 szálláshely név szerepel a könyvben, ezek közül 4 szálloda, a többi pedig magánvilla. Hát a családok, cselédek és egyedül nyaralók fejezetben a címnek megfelelően írtam a nagycsaládosokról, egyedül nyaralókról, cselédek számáról és a nyaralási időről. Az utolsó fejezet, az Andrássy Tivadartól Zilahi Simonig, hát igazából kaphatta volna a 100 híres ember A-tól Z-ig címet is, mert ennyi illusztris személynek az életrajzát tettem be, akik mind ott nyaraltak Balatonföldváron, vala
valamikor, ugye több mint 100 évvel ezelőtt országgyűlési képviselőket is kigyűjtöttem, mert elég szép számban képviselik magukat. A könyvben 38 képviselőt találtam a 10 év alatt.